Egyezett állampolgári javaslatok közül a ma hatodik két átadásra kerülő díja az egyetemi könyvtárnak ajánlotta a bizottság. Felkérem dr. Szöki László történet professzor, az egyetemi könyvtár korábbi főigazgatóját, a rövidített méltatás ismertetését. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1961 tavaszán érkeztek meg az első jezsuiták Nagyszombat városába, ahová 18 évvel azelőtt menekült a török által megszállt Esztergom érseke. Mátyás egykori híres könyvtárának nagy része már elpusztult, vagy szétszóródott. Európa nyugati és déli felé a reneszánsz utolsó virágzása zajlott. Ez időtáj alkotott Veronese és Tintoretto Velencében, és ekkor jelentette meg Konrad Gerner, svájci természettudós, Bibliotheca Universalis című munkáját, mint egy megalapozva a tudományos bibliográfia készítését. A katolikus megújulás vezető ereje a jezsuita rend már túl volt első akadémiájának, az 1548-ban létesített messzínai egyetemnek megalapításának. Európában már legalább 80 egyetem működött, sőt a spanyolok már az új világban is sorra hozták létre az új univerzitásokat. Ilyen körülmények között Magyarország tulajdonképpen missziós területnek számított, ahová Olá Miklós esztergomi érsek hívta be a Bécsben már működő jezsuitákat. A magyar területre először lépő jezsuiták egy már jól kipróbált, és sok helyen sikerrel alkalmazott oktatási rendszer birtokába érkeztek. A jezsuita kollégiumoknak szerves részét alkották a könyvtárak is, így 1561 nem csak a rend magyarországi megtelepülésének első dátuma, de egyben a mai egyetemi könyvtár ősének alapítási időpontja is. Az első fél évszázad viszontagságos története megszűnésektől és újrakezdésekből áll. 1616-tól a kollégium és a könyvtár már tartósan Nagyszombat városában működött, amelyhez az egyetemi könyvtár történetének csak nem fele, azaz 216 év kötődik. A 17. században egy könyvütemény számban még nem volt kiemelkedő, de tartalmában már akkor is egyedi volt a korabeli Magyarországon. A könyvtár nem csupán a jezsuita rend térítő munkáját szolgálta, de az első magyar egyetemen oktatott valamennyi tudományt, korának legfontosabb szakirodalmát próbálta összegyűjteni. A teológián és filozófián kívül, amelyek esetében a protestáns szerzők munkáit is beszerezték, hiszen ismerni kellett azt, amivel vitatkozni akartak. Megvoltak még akkor híres orvostudományi, matematikai, csillagászati, földrajzi és más tudományok alapművei. A 18. század közepére néhány tízezer kötetből álló gyűjtemény már a Nagyszombati Egyetem szép barokk könyvtártermében volt elhelyezve, mint az ország első, nem kizárólag főúri vagy egyházi célokat szolgáló könyvtár. A könyvtár az egyetemben együtt 1777-ben Budára a Királyi Várba, majd 1784-ben mai helyére a pesti ferencesek épületére. Ebben az időben már köteles példányokkal rendelkezett, és ettől kezdve jó ideig a nemzeti könyvtár szerepét is betöltött. Második József idején ide szállították be a feloszlatott szerzetes rendek könyvanyagát, így a gyűjtemény mind számban, mind értékben sokat gyarapodott. A könyvtár 185 középkori kódexet őriz, köztük 14 eredeti koordinát és 8 magyar nyelvet. Itt érdemes megemlíteni, hogy 1876-ban az orosz-török háború előestéjén a pesti egyetemi ifjúság török barát tüntetést tartott, és díszkardot küldött a török nagyvezérnek. Második Abdulhamid szultán egy gesztusra válaszul, 35 olyan középkori kódexet ajándékozott az egyetemi könyvtárnak, amelyeket még második Szulajmán
a királyi könyvtárban. Ilyen az európai kultúrtörténelemben máskor nem volt. A nagy hírű kódexek mellett az 1200 ősi nyomtatvány, a több mint 10.000 antikva, a 15.000 barokk dokumentum a 17. századból, és a legnagyobb magyarországi 18. századi gyűjtemény, a magyar nemzet kulturális örökségének kiemelkedő része, amely bizony az egyikének nagyobb figyelmet és megbecsülést érdemel. 1876-ban a kiegyezés utáni Magyarország egyik legelső nagy felsőoktatási beruházása volt az új könyvtárpalota felépítése. Ez az épület, mint az ország és a főváros első nagy nyilvános könyvtára, akkoriban óriási feladatot látott el. Nem csupán a rohamosan növekvő számú budapesti egyetemi ifjúságot, de a főváros közönségét is ki kellett szolgálnia. A könyvtár történetének egyik legvirágzóbb periódusa volt a dualizmus időszaka, amikor kialakultak részben máig meglévő nagy gyűjteményei, amikor a finanszírozás közelített a megfelelőhöz, és a könyvtár anyagának korszerű feltárása is megfelelődött. A vesztes első világháború után a vegetálás évei következtek, amikor alig volt pénz gyarapodásra és fejlődésre. Az egyetem vezetése azonban szigorúan vigyázta az intézmény értékeit és érdekeit, és a könyvtár végül nem is lett része az ekkor felálló országos magyar gyűjteményének. Egy rövid javuló periódus után ismét háborús évek következtek, és szerencsére Budapest ostroma során a gondviselés megóvta a könyvtárat a nagyobb pusztulásról. A kommunista diktatúra időszakától kezdve a könyvtár működőre szűkült, hiszen már nem szolgálhatta ki az egyre szélesedő budapesti egyetemi szféra minden igényét. Az egyetemi könyvtár a Budán Tudományok egy részének lett alapvető gyűjteménye, a filozófia, a közép- és újkor egyetemes története, és még néhány más területen igyekezett a legfontosabb műveket, még a legdurvább diktatúrában is beszerezni. Az akkori főigazgató ügyes hintása volt, hogy a könyvtárat az ateizmus és valláskritika alapkönyvtárát jelentette ki, és ezzel az ürüggyel olyan műveket is meg lehetett vásárolni, amelyeket egyébként tiltottak volna. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a könyvtár 1948 és 56 után is sok politikai okból számított tudósnak adott évekre biztonságot és menedéket, vagyis azírunknak számított. Közülük érdemes megemlíteni Libó István és Bozsák István nevét. A könyvtár ez időben kulturális, tudományos műveiként is működött, ahol a tanári olvasóban tudós professzorok dolgoztak hetekig, s ezt még cseréltek fontos kérdésekről, miközben persze a szabad gondolkodásnak határoknak szabott a húló, de mégiscsak diktatórikus rendszer. A rendszerváltás óta óriási kihívás előtt áll az intézmény és az egyetem egész könyvtári hálózata. Az egyetemi könyvtárban jelentős lemaradást kellett behozni az állomány elektronikus feltárásában, retrospektív feldolgozásában, a modern adatbázisok beszerzésében, a digitális technika alkalmazásában, és általában abban, hogy a könyvtár megfeleljen a 21. század informatikai forradalom követelményeinek. Emellett nem feledkezhetnek meg az egyetemi könyvtár nemzeti kulturális küldetéséről sem, és gondoskodni kell a nemzeti értékek minél biztonságosabb őrzéséről és korszerű feldolgozásáról. Kedves uraim! Sit bona librorum, neofluitam dubiis pe pendulum sori. Vagyis légyen elég könyvem, s ne féljek a percek rablánszár, hogy mit oda hormál. Írja Horácius egyik levelében. Valóban, a könyvtár az emberiség tudásának tárháza. A jövő talán más adathordozón akarja majd megőrizni a tudást, de az eredeti feladat sohasem fog változni. Az emberiség szellemi termékeit, alkotásait kötelező megőrizni az utókor számára, és biztosítani kell, hogy ezek az információk minél szélesebb társadalmi rétegekhez jussanak el. Az intézményben 15 nemzedék magyar tudósai és egyetemistái használták ezeket a könyveket. Az egyetemi könyvtárban a magyar tudósok, tanárok, politikusok és művészek
hosszú sorra kapta meg azokat az alapokat, amelyek segítették őket későbbi pályájukon. Ezt a szolgálatot kell ellátni a továbbban is, a továbbiakban is. Azt kell tenni, amit Vörös Martin Mihály tanácsolt híres versében, rakjuk le angyalszolgalommal, amit agyunknak ütletórákban terem, s ha összehordtunk minden kiskövet, építsük egy újabb korvát elé, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Köszönöm a figyelmet! Megkérem Károlci Katalin asszonyt, az egyetemi könyvtár főigazgatóját, fáradjon fel a dobogóra és vegye át a szokványát.